szerintem, hogy elfogja, mert itt kell egyébként 15-ről, itt kell elmenni a 16-ről, az elnyelni. Felkészül Vámosi István, Kis Olga, valamint Völgyesi Balázs. Csuti Péter érkezik. Sárkeresztúrról a Viharlovas Egyesület színeiben Péter a 15. indulója mai körünknek. Csuti Gábor segédhajtóval a háta mögött. Pálya kész, starthoz! Csuti Pétert látjuk, Csuti Gábor segédhajtóval a háta mögött. A Csuti család ugyanahhoz a körhöz tartozik ebben a versengésben, mint ahogy Kovács Zoltán is azon nyugodt emberek közé, akik ugye túl vannak már a saját bajnoki fordulójukon. Nem egy csapat munka volt Sárkeresztúron az elmúlt héten. Én ugyan személyesen nem tudtam ott lenni, de a családunk képviseltette magát, és nagyon jó visszajelzések jöttek másonnan is a Sárkeresztúri bajnoki fordulóra. Ők már túl vannak a saját versenyükön, egy sikeres versenyen 29 indulóval. A bajnokság nagy része viszont még vissza van, és Péter előtt is még sok verseny állhat. Tüzessel és favorival most a pályán két tisztavérű Lipicait fogadtol Csuti Péter. Tüzes 5 éves Deres Herélt favori, 4 éves Szürke Herélt a fogadban. A Viharlovas Egyesület versenyzője. A checklist a szerszám a lovakon, amelyet Balogh Sándor készített. És a Csiráki kocsi, egyedi Csiráki kocsiban láthatjuk őt. Felkészül Vámosi István, Kis Olga, valamint Völgyesi Balázs. Csuti Péter változtathat ezen, hiszen neki mindössze 3 van az elsőből, ha nulláz, átviszi a vezetést. Csuti Péter, aki a pályára hajtó, Csuti Gábor segédhajtóval, a Viharlovas Egyesület tagja, pálya kész, start! Thank you.
Csuti Pétert látjuk, tüzes és favori a fogatában, a két lipicai deres erjed, tüzes 5 éves favori pedig 4 a fogadban. Láthattuk, hogy Csuti testvérek nagyon sokat gyakoroltak velük a télen, próbálták egyetekre befogni ezt a párost, a Facebookon láttam néhány lesi fotót róla. Első körben azért megcsillant valami abból, hiszen mindössze egy fával, 3 jó ponttal, 185-tel alapidőn belül teljesített Péter. Az első 1-2 forduló egy kicsit csalódást keltő volt a számára, ő maga is úgy érezte, hogy azok a 30 körüli hiba pontok nem tükrözik hűen azt, amit esetleg a lovak tudnak. Most itt császára úgy tűnik, hogy az első kör igazolta azt, hogy több is van ebben a fogadban. Checklisti szerszám a lovakon, ugye a checklisti egy típusra, a könnyű magyar hámokon belül, ezért nem tévedünk, hogyha éppen az esetben bármiket mondjuk. A Mi a Lovas Egyesület tagja Csuti Péter. Megvan.